Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket. A mai bizottsági ülésen megállapítom, hogy a Hódmezővásárhely megyei város közgyűlése által április 4-én meghozott idegenes bizottság felállításáról szóló határozat alapján, amely a kárt ügy káros útjainak meghallgatására és ennek alapján javaslat kidolgozásának ütemezését tűzte ki célul. A közgyűlés által 5 fős idegenes bizottság tagjait megválasztotta. Megállapítom, hogy a bizottság tagjai 5 főből 4 fő jelen van, tehát határozott képes. Szeretnék először is köszönetet mondani a közgyűlésnek, arra vonatkozólag, hogy egy komoly döntést hozott annak érdekében, hogy a Hódmezővásárhelyi választópolgárok, a Hódmezővásárhelyi polgárok végre tisztán lássanak a KART cég, illetve a KART cégcsoport ügyeinek részleteit illetően. A vásárhelyek pontosan tudják azt, hogy a magának a beruházásnak, mármint a Balogimsi sportcsarnok beruházásának eredményeképpen kb. 800 millió forint tűnt el nyomtalanul, és több tucatnyi kis és közepes vállalkozás ment csődbe. Úgy gondoljuk, hogy a közgyűlés által ránk ruházott felelősséggel élve mindenképpen tájékoztatnunk kell a közvéleményt az ügy jelenlegi állásáról. Azért is, mivel a május 30-án lesz az ügyhöz kapcsolódó büntetőeljárásnak az első meghallgatása, de az önkormányzat által létrehozott idegenes bizottság egy más vonalon szeretne tisztán látni, és az ügyet kibontani a nyilvánosság számára, és természetesen megvizsgálni azt, hogy lehetősége van az önkormányzatnak úgynevezett méltányosságon alapuló önkormányzati kárrendezést indítani a megkárosított alvállalkozók ügyében. Tisztelettel köszöntöm még egyszer a bizottság tagjait, és előzetesen az ügy felgöngyölítésében, illetve vizsgálatával kapcsolatosan dr. Szabó Bálint urat. Arra szeretném kérni önöket, hogy az ügymenet lebonyolítása érdekében a bizottság válaszol elnököt, és átadnám a szót ezzel kapcsolatosan Cseri Tamás képviselőtársamnak. Köszönöm szépen! Benkő Zsolt képviselőtársamot javasolnám az elnöknek, mert szeretném kérdezni, hogy egyetértenek ebből az javaslattal, hogy ő legyen az elnök. Igen. Jó, akkor egyhangúan elfogadtuk, és akkor visszaadom a szót elnök úrnak, hogy vezesse tovább a bizottság ülését. Köszönöm szépen. Az első feladatunk az volt, hogy a bizottság élére elnököt válasszunk. Köszönöm szépen a megbízatást. Úgyhogy el tudom mondani, amit az előzőekben, hogy már egyszer elmondtam. Mindenképpen fontos az, hogy ebben az ügyben tisztán lássunk, és minden olyan részlet, amely a nyilvánosságot érinti, vagy érintheti, illetve az önkormányzati beruházással kapcsolatosan nyilvánosságra kell kerüljön, az napvilágot is lásson. Nagyon sajnálom azt, hogy Hódmezővásárhelyi megyei város polgármestere, dr. Márkizai Péter egy hónapig váratta a bizottságot annak érdekében, hogy ezt összehívja, és azt is sajnálom, hogy a bizottság első ülésén nincsen jelen. Ez úgy gondolom, hogy mindent elmond. Úgy látom, hogy a polgármester úr nem szeretné azt, hogyha ebben az ügyben a Hódmezővásárhelyek tisztán látnának, és mindenképpen szeretnénk azt elérni, hogy ez a helyzet megváltozzon. Egy munkaterv elfogadására teszek javaslatot. Mindenképpen meghallgatásokat szeretnénk az ügyben kezdeményezni, és első körben az ügy kezdeményezőjének adnánk majd meg a szót a következő ülésen, amelyet a bizottság határoz meg. Dr. Szabó Bálintot fogjuk felkérni arra, hogy részletesen tájékoztassa a bizottságot arról, hogy milyen információk vannak a birtokában. Ezek az információk hogyan tudják segíteni a bizottság munkáját. Emellett egy meghallgatást fogunk annak érdekében szervezni, hogy elsősorban a Hódmezővásárhelyi, másosorban azon megkárosított vállalkozók, akik vállalják a megjelenést, be tudjanak számolni, hogy mennyire is lettek megkárosítva,
és ez alapján bele tudjuk látni az ügy részleteibe. A harmadik fontos munkatervi feladat, amit lehet, hogy először kellett volna említenem, az önkormányzatban található iratok betekintése, ennek a betekintések a joga. És sajnálom, hogy nincsen itt a polgármesteri hivatal képviseletében egyetlen személy sem, hogy továbbítani tudjuk közvetlenül a kérésünket arra vonatkozóan, hogy a bizottság a munkáját akkor tudja alaposan elvégezni, hogyha beletekinthetünk a eddig meglévő iratokban. Tudnélik, az elmúlt időszakban az önkormányzat kezdeményezésére több döntés is született az ügyben. Én ezekkel a szavakkal megköszönöm a jelenlévőknek a munkát. Azt szeretném kérdezni, hogy valami kérdés az elhangzottakkal kapcsolatosan, vagy az ügyet érintően fölmerült ebben. Tessék, parancsoljon. Technikai, illetve érdemi rövid hozzászólásom, nem megelőzve azt a meghallgatást, amelyre elnök úgy javaslatot tett. Jegyzőkönyv kedvéért szeretném azt megismételni, és ez a technikai része, hogy engem az önkormányzat, egészen pontosan polgármesteri hivatal egyik munkatársa telefonos megkeresésemre arról tájékoztatott, hogy ma 14 órára Márki-Zay Péter a polgármesteri szoba melletti tárgyalóba bizottsági ülést hívott össze, vizsgálóbizottsági ülést, és arra a kérdésemre, hogy ez nyilvánosan ezen én részt vettek és károsultak-e, életnek-e, határozottan azt választottam, hogy igen, természetesen a részemre is, és a sajtó részéről is nyilvános eseményről van szó. Megdöbbenve tapasztaltam azt, hogy a polgármester szobájához, illetve egészen pontosan a bizottságülés helyszínére érve a sajtóreferens engem szó szerint bohócnak minősített, botránykeltéssel vádolt, és kijelentette sajtókamerák előtt, hogy ma bizottsági ülés ebben a tárgyban nincsen, nincs is összehívva, és nem is lesz ilyen, és polgármesternek több közvetlen munkatársa is ezt megerősítette, majd egy 10 perces, negyedórás közjátékot követően, amelynek része volt, hogy biztonsági őröket hívtak rám, a Szegeden gyakorlat, ahol vezérvásárhelyen nem volt ennek hagyománya. Ezt követően pedig Tatár Zoltán, akiről úgy tudtam, hogy aljegyző jelölt, és kiderült, hogy főtanácsadó, ő tájékoztatott, hogy mégiscsak van itt vizsgálózottsági ülés, ezt szabályszerűen összehívta a polgármester, csak a helyszín az időközben változott, mert a polgármester ugyanarra a helyszínre, ugyanarra az időpontra még egy értekezletet összehívott, és ez egy vezető értekezlet. Ez lett volna a technikai jellegű, de nem szeretném az ügyértékről eltalálni a figyelmet, de azt szeretném rögzíteni, hogy ha valami botrányos, az nem az, hogy a károsultak képviselője megjelenik egy nyilvános bizottságülésen, hanem az a botrányos, hogy Hódmezővásárhely megyei város polgármesteri hivatala működés képtelen, mert a polgármester közvetlen munkatársai sem tudják azt, hogy mit csinál a polgármester. Az ügyérdemére rátérve, annyit szeretnék a bizottság megjelent tagjainak jelezni, hogy én mindenképpen azt üdvözlöm, hogy a bizottság összeül, azt is üdvözlöm, hogy van egy munkaterve, de a munkatervhez, ha lehet, vagy szabad már most javaslatot tenni, akkor én azt indítványozom, hogy az én személyes meghallgatásom és az általam birtokolt dokumentumok áttekintésén túl a már elhangzott károsulti meghallgatásokra is mindenképpen kerüljön sor. Több olyan hódmezővásárhelyi kisvállalkozóban és rengeteg szentesi, szegedi és térségbeli, akik a hódmezővásárhelyi nagy beruházásokon dolgoztak, nincsenek kifizetve, és most úgy látják, hogy az őtőlük ellopott pénzek azok illetéktelen helyekre vándoroltak, és ez mélységesen felháborít mindenkit. Én nagyon örülök neki, hogy egyébként károsultat most ide nem hoztam, mert ebben a helyzetben mondjuk hozni azt gondolom egy tisztes vállalkozót, ez több mint méltatlan lett volna. Amit viszont én indítványoznék, hogy az én általam rendelkezésemre álló információk alapján megalapozott a gyanú arra vonatkozóan, hogy a K-csoport 2 felszámolóján túl, akik már bíróság előtt állnak és a vádlottak padján ülnek, őket vádolja jelenleg az ügyészség csődbűncselekmény elkövetésével, megalapozott a gyanú arra vonatkozóan, hogy Kendi Imre és két családtagja több BTK-ban ütköző bűncselekményt is elkövetett. Emiatt tettem feljelentést, nyilván ennek a kivizsgálásának hozzáhatóságú feladata. Én mégis azt javaslom, hogy az ügyet leginkább ismerő személyt vagy személyeket, Kendi Imrét mindenképpen, de adott esetben Kendi Imre családtagjait is, így konkrétan Kendi Jánosra és Kendi Fejes Klárára gondolok, őket is hallgasson a tisztelt bizottság azért, mert a rendelkezésemre álló dokumentumok alapján a K-art bűnügyből 50 millió forint Kendi Imre, további 25-25 millió
nézik meg, hogy, hogy akkor hogy lehet itt a bizottsággal nekem kommunikálni. És a harmadik, amit pedig indítványozok, és ezt a sajtótájékoztatón is bejelentettem, az IBL megalapozott a gyanú, és a polgármester 60 napja nem is cáfolja ezt a nagyon erős gyanunkat, hogy a károsultaktól ellopott pénz az a polgármesterhez vándorolt konkrétan, és bizonyíthatóan az vélelmezhető, hogy a polgármesteri kampány számlára utalt, vagy utalhatott a kedvére, vagy valamelyik családtagja, ezért mindenképpen azt javaslom, hogy hívja meg a bizottság, és hallgassa meg Márki Zaj Pétert is ebben az ügyben. Azt gondolom, az ő meghallgatás adott esetben szintén rendkívül fontos, hiszen a KART cégcsoport vezetői mellett ebben az ügyben, nevezetesen, hogy kerülte hozzá pénz, nyilván az esetleges adó mellett, az esetleges elfogadó szereplő tud egyértelműen nyilatkozatot tenni. Úgyhogy én ezeket majd a későbbiekben javaslom, nem szeretnék a bizottság hatáskörét átvenni, én csak megfontolásra javaslom ezt a jövőre nézve, de én is azt indítványozom, hogy nem szerintem egyszerűen, de nyilván az ügyet régóta nyilve is ismerve, hogy először az érdekes a felsőtök meghallgatására kell javaslom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a néhány kiegészítést. Azt szeretném indítványozni a bizottság részére, mivel a közgyűlés a bizottságot abban hatalmazta föl, hogy a májusi rendes közgyűlésre hívjuk össze, illetve tájékoztassuk a közgyűlést, ezért javaslom, hogy még a pontos időpontot természetesen később fogjuk meghatározni, hogy még május hónapban történjenek meg azok a meghallgatások, amelyet a bizottság tervez, minden érintett, illetve főleg a károsultak tekintetében, mivel mindenképpen, ha nem is tudunk az ügy végére, ami bizonyos, de a májusi rendes közgyűlésre mindenképpen szeretnénk, úgy gondolom, közösen a közgyűlés tagjait tájékoztatni, és ezáltal a nyilvánosságot is. Köszönjük szépen a figyelmet, a jelen bizottságülésre, és nincs több hozzászólás. Együtt mondhatom a végére. Először is szeretném önnek megköszönni a segítő hordmezővásárhelyi jogúváros önkormányzatát abban, hogy feltárja ezt a ügyet, hiszen amennyiben az ön vágyaiba, de amit a sajtóban eddig hallottam, amit erről az ügyről elmondott, ha ennek van alapja, és gondolom biztos van alapja, hiszen nem ok nélkül teszi ezt, amit tesz, ezt a tevékenységet, akkor ez olyan súlyú gazdasági bűncselekmény, amit hordmezővásárhelyen nem is lehet máshoz hasonlítani, illetve szerintem az lenne a legnagyobb baj önkormányzatunkra nézve, hogyha a politikai szál beigazolódna. Nevesül az, hogy ezek a pénzek kikötöttek egy politikai számlán gyakorlatilag kampányfinanszírozásra. Én bízom azért benne, hogy ez nem fog beigazolódni, de ha beigazolódik, akkor ez tényleg olyan falső ügy, amit minden színnal ki kell nyomoznunk, fel kell tárnunk és meg kell ismertetnünk a lakossággal, hiszen úgy hiszem joguk van megtudni nem csak az érintett vállalkozóknak az igazságot, hanem hordozóvásárhelyi minden polgárának, hiszen ezeket az ügyeket úgy gondolom az a legbiztosabb, hogyha a széles nyilvánosság elé tudjuk tárni, és mindenki megismerheti, aki közvetlenül, vagy akár közvetlenül is érintett, vagy csak itt él a városban. Ez az egyik, amit el szerettem volna mondani. A másik, amit ön az előbb említett, ezt a kis viszontagságos affér két óra, hogy van-e bizottság, vagy nincs. Én szeretném önnek elmondani, hogy és a képviselőtestület többségének nevében én szeretnék öntől bocsánatot kérni, hiszen a Hódmezővásári Hivatalban ez abszolút nem volt szokásban, ez nem volt divat, ilyen nem történt meg, hogy bárkit minősítsenek hivatalnak. Én azt hiszem, hogy ez olyan dolog, ami nem történt meg egy hivatalban, hiszen egy hivatalnak, vagy egy köztisztviselőnek, vagy akár egy dolgozó tanácsnoknak, vagy bárkinek, aki bejön a hivatalba és itt munkát végez, nincs joga, hogy minősítsen bárkit. Tehát én szeretnék öntől ezért elnézést kérni, és én nagyon bízok benne, hogy bár kezd egy kicsit kaotikus helyzet kialakulni az önkormányzatnál, hiszen gondolom tudja, hogy közel 30 ember hagyta itt a hivatalt, és az ő hiányokat nem sikerült pótolni. Ilyen szakembereket azért egyik napra a másikra nem lehet pótolni sajnos, de én azért remélem, hogy ebből okul mindenki, és nem fog többet előfordulni, mert nálunk ez mindig kirívó lett volna, hogyha valaki minősít. Akár a népjóléte, hogyha valaki segélyre bejön, vagy bárki hozzánk fordul, én úgy gondolom nem megengedhető, hogy így beszéljenek vele. Köszönöm szépen képviselőtársam az a kiegészítését. Ezzel az ülést bezárom, és köszönjük szépen a sajtómunkatársainknak a megjelenést.